Súlyos veszteség érheti a kolozsvári kulturális életet, mivel a Bánffy palota nagy részét, amelyben a művészeti múzeum is működik, át kell adniuk az új tulajdonosnak a restitúciós pert követően. Közel 60 éve működik a kolozsvári Bánffy palotában a Kolozs megyei tanács fennhatósága alatt a művészeti múzeum, gyűjteményében mintegy 16 ezer műalkotással. A műemléképület tulajdonjoga viszont folyamatosan vitatárgyát képezte az utóbbi 30 évben, a bíróság jogerős döntése pedig jelentősen befolyásolhatja a kolozsvári kulturális életet. A visszaszolgáltatási végzés arra kötelezi az intézményt, hogy az épület háromnegyed részét két héten belül adja át a tulajdonosnak. A földszinten megmarad egy bizonyos rész, és ha jól tudom, az emeleten megmarad egy bizonyos rész, de ez maximum annyira használható, hogy bizonyos adminisztratív irodákat megtart az ember, a tárolási helységeket. Tehát kiállítási termek nem maradnak. Nem lesznek egyszerűen. Hozzátette, a műalkotásokat meghatározott hőmérsékleten, ideális körülmények között kell és szabad tárolni, ezt viszont nem biztos, hogy meg tudják oldani. A jogerős bírósági ítélet 2018-ban született, a tulajdonjogot a nagyszebeni Roská család szerezte meg Bánffy Dénes 1958-as végrendeletére való hivatkozással. A múzeum vezetősége szerint a hatóságok, a Kolozs megyei tanácsot is beleértve, nem tettek meg mindent, nem indítottak per újrafelvételt, annak tudatában sem, hogy Bánffy Dénes 1958-ban már nem volt a palota tulajdonosa, így nem végrendelkezhetett róla. A határozat értelmében 10 évig nem változtathatják meg az épület rendeltetését, így múzeumként működhet még egy ideig, viszont kötelesek a használatért bért fizetni, ami havi 8000 euró, egy évre pedig 96 000 euró.